óriásnak az összefeszülését fogjuk itt nyomon követni az elkövetkezendő pár percben. A labda szinte követhetetlenül gyorsan járt, látszik, hogy a srácok profik, nem véletlenül, hiszen legalább egy 3-4 percet készültek a tornára, mint az elmúlt két napban. Hatalmas helyzet maradt ki amúgy jobb szélről, a Polipoptól. És hatalmas sansz, így van, meg is van az egyenlítő találat. Igen, egyenlítenek a Little Devils-esek. Láthatjuk, nemtől függetlenül jól érzik magukat az emberek, nem merek nemeket megjegyezni már, mert a mai világban ugye annyi van, hogy ki tudja ki mi. Aztán most a hopp, és ahogy elnézést kérünk, de tagbólosok berúgták a labdát a pályára. Most ezt elnézzük nekik, többet ne forduljon elő, mert aztán összehallgasszuk a balszunkat, morcosak leszünk. És ott van, így van, tehát erről beszéltem, hogy itt 2-1 már is a Little Devils-nek és a női alakulat szerzi meg a vezetést. Ezért fontos, hogy legyenek határozott nők a csapatban, hogy főznek, mosnak, takarítanak, meg gólt szereznek. Tehát elhanyagolhatatlan kellékei a csapatnak a lányok. Mint látjuk most, hogy fog a körömmel, mint a bébit, az anyatigris védi a kaput, majd még el is küldik melegebb érkhajlatra a 17-es kis Rolandot. És büntetőlövést is harcoltak ki a csajok. Nézzük meg, hogy sikerült Páncél Brigitának a büntetőlövése, és beveri. Tehát erről beszélek itt. Tehát bejöttek a lány, és még véd is egyet a végén. Tehát a női alakulat, most kaptak egy gólt, oké, de már lőttek kettőt, tehát amúgy. És még egyet, tehát 3-1. Páncél Brigitát nem lehet megállítani. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy kaptam majdnem egy állást a labdától. De hát a tigris puma reflexeim, hiába nézem közelről, a másodperc tört része alatt tudok reagálni dolgokra, és kipattam. És Balázs megint kap egy gólt, ezzel már 4-4 az állás, ami igazából így edzői szemszögből nézve nekem azt mondanám, hogy vissza kéne küldeni a csajokat a pályára. Nézzél be, kedves ezek! Tehát Páncél Brigita hátul a kapuba, tulajdonképpen hermetikusan zárja a szögeket. Nézd meg, tehát ott van a gólban a labda, most mondjuk pont bement, de ettől függetlenül 99,9%-ban Páncél Brigita olyat teljesít, hogy szerintem kínai nagyfal volt a jele az oviba. Ha jól számolom, 6-4 az állás. 7. Jogi, megint itt hadonáztak velem az ütővel, de ez már csak az ütőnek fájna, nem nekem. Az a helyzet, hogy a Polipok lehet nem véletlenül vannak válogatottas mezbe, mert hát válogatott szintű játékot láttunk a Polipoktól. Utoljára Terbocsot láttuk így játszani a németek ellen. És Sebők Balázs, így van. Sebők Balázs gólt szerez. Szóval tőle szokatlan baloldali emberölőnyös pozíciójában, hiszen jobb oldalt szokott inkább szotyizni, de semmi gond. Innen is eredményes balu. Szia balu. Valaki félmeszkóba cserél. Szerintem indokolatlan, úgyhogy itt állok félmesztelni, látszik az etalon. Na mindegy. 20 másodperc van hátra a találkozóból, lassan bajnokot avathatunk itt. Az első 2023-as, mit tudom én, hanyadik EFOT Fesztivál, de első street hockey bajnokságán, amit szerintem kijelentetek, most már így 5 másodperc a véget, hogy a Polipok fognak nyerni. Innen is gratulálunk nekik.